Kizárta, mint visszaesőt az MLS az átigazolásokból a pécsi futballcsapatot, méghozzá addig, még ki nem fizeti tartozásukat Grumicsért a Kaposvárnak. A pécsiek számára alig, hanem az átigazolási piac téli megnyitása miatt lesz sürgető az ügy rendezése. Felhívtuk, és a részletekről érdeklődünk már is Feleki Attilánál, a PMFC ügyvezetőjénél. Ő van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Attila, fellebeznek vagy belenyugodnak a döntésbe? Még nem kaptuk ugyan készhez ezt a határozatot, de természetesen fellebbezni fogunk. Alapvetően azt gondolom, hogy egy jogértelmezési kérdés, ami köztünk vita, hiszen ezt a vételár részletet mi gyakorlatilag a szerződésünk értelmében játékosban is fizethettük volna. Mi ugye a Kaposvár részére tettünk erre ajánlatot, értelemszerűen a Kaposvár oldaláról is nyitott kérdést, tehát ők is kvázi ráböghettek volna bármelyik játékosunkra. Természetesen ugyanaz a helyzet, mint ebben az esetben, mi vagy igen, nemet mondtunk volna erre, és a szerződés rögzíti azt, hogy ezeknek a játékosoknak az értékét milyen módon kell kalkulálni ebbe a vételárba. Aha, tehát ugye akkor arról van szó, hogy Grumicsot elvitték, de helyette, hát ez egy barter, emberbarter lett volna, tehát rámutatott volna a partner arra, hogy ő viszont kit kért cserébe, tehát inkább egy csere lett volna belőle. Ha ezt összegszerűvé tesszük, mekkora összegről folyik itt a vita? Nem beszéltük meg a Kaposvárról, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, nem egy jelentős összegről van szó. Egyébként a játékos vételárának a felét azt pénzben kellett megfizetni. És a visszaeső szó, amit ön is használt ebben, igen, a kérdésben, arra vonatkozott, hogy mi az első két vételár részletet néhány hetes késéssel utaltuk át. Nyilván alapvetően a fegyelmi tárgyalás után az egyik sérelmünk az volt, hogy minden esetben, amikor a fegyelmi bizottság már ezt a kérdést tárgyalta, addigra már a Kaposvár és mi is jeleztük, hogy a vételárrészek megfizetésre kerültek. Ennek ellenére elég jelentős pénzbírságot kaptunk, amelyet hát nem teljesen értünk, hiszen... 325 ezer forint ez a bírság. Így van, per alkalom így van. Tehát gyakorlatilag, hogyha ugye két fél ezen vitatkozik, de mire az úgymond bíróság elé kerül az ügy, addigra rendeződik az ügyük, akkor értelemszerűen a bíróság azt mondja, hogy köszönöm szépen, örülök, hogy megoldották a helyzetet. Ezzel szemben ugye nekünk pénzbírságot kellett fizetni. Hát nyilván egyébként jogi értelemben és az MLS szabályzatában ez benne van, ez a lehetőség, csak hát mondjuk kevésbé értjük, hogy miért van ilyenre szükség. Mondok egy példát, a magyar gazdasági helyzetben nem hiszem, hogy egyedi példa az, hogy profitorientált cégek is mondjuk késve tudnak csak teljesíteni. Ugye a magyar labdarúgás nehezen beszélhető profitorientáltnak, igen, hiszen ez nem igazán ez a keresztmetszet, és hát éppen mondhatnám azt, hogy a tévéközvetítési jogdíjakat is ugye sok hetes csúszással kaptuk mi is meg. Nyilván az MLS vagy a televízió sem jó kedvébe utat, gondolom, később, hanem a gazdasági helyzet ezt tehette lehetővé. Azt mondja meg Attila végül, hogy akárhogy is lesz, fellebbeznek, az ügy húzódik, mikorra kell megoldódnia. Tehát én azt gondolom, mert erre az elején utaltam, hogy a téli átigazolási piacra célszerű lenne ezt a dolgot lezárni, nem? Így van, természetes, és ettől függetlenül nem mondhatom, hogy akár bármely klubban így a Kaposvárról is rossz viszonyunk lenne. Természetesen most van egy jogvitánk, amelyet igyekszünk minél előbb majd rendezni. Hogyha mondjuk a felvételi bizottság is úgy dönt, hogy nekünk nincs ebben igazunk, akkor értelemszerűen nekünk ahhoz, hogy az átigazolási időszakban tudjunk dolgozni, teljesítenünk kell ezt, amit meg is fogunk akkor ebben az esetben tenni. Az egy más kérdés, hogy lehet nyilván, mivel onnantól kezdve ez egy jogi csűrcsavar, meg lehet vizsgálni annak a lehetőségét, hogy mondjuk valamilyen polgári bíróságon esetleg a mi igazunkat feszegessük, hiszen az nem kérdés, hogy egy szerződésben a felek azt gondolom együttműködésre kötelezettek. Hogyha cinikus akarnék lenni, akkor ugye a helyzet az, hogy a Kaposvár nem talált a MSZ keretében egyetlen olyan játékos sem, aki mondjuk megfelelhetne az ő igényeinek, de természetesen most ez itt nem arról szól, hogyha egy biztos, hogyha eljön a pillanat, akkor teljesíteni fogunk, és az átigazolási időszakban természetesen részt akarunk venni. No, hát akkor reméljük, hogy az ügy megoldódik. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra. Én köszönöm szépen.